Szombaton Lőrinc napja lesz. A néphiedelem szerint ettől a naptól kezdve már nem érdemes dinnyét fogyasztani. Viszont az árusok és a vásárlók is cáfolják ezt. Bár tavalyhoz képest emelkedtek az árak, az idei nyár különösen édes hazai dinnyét adott, ami szeptember végéig kapható lesz a piacokon és az üzletekben. Egy magas rost és vitamin tartalmú, egészséges és frissítő gyümölcs, ami a nyár elengedhetetlen része. Sárga, görög és mézdinnye mind egyaránt jól fogy a búzatéri piacon. Ezen kívül még 700 forint lesz. Tavaly még 200 forintért árulták, idén már 290 forintot is elkérnek a görög dinnye kilójáért. Ám ez nem rettenti el a vásárlókat, ahogy az sem, hogy közeleg Lőrinc napja. A néphiedelem szerint szeptember 5-e után ugyanis már nem az igazi a dinnye íze. Én már benne vagyok a korba, úgyhogy persze ismerem. És mit gondol, mennyire valódi ez a mondás, hogy befolyásolja ez a vásárlásban? Szerintem nem. Amíg fogyasztható a dinnye, addig megveszik. Ezen a nyáron minden gyümölcsára emelkedett. A dinnye esetében ennek oka a kedvezőtlen időjárásnak, a csökkenő vetésterületnek, valamint a munkaerőhiánynak tudható be. Idén 2 héttel később, július közepére érett be a magyar dinnye, és kevesebb is lett a hazai termés. Igen, később indult be a dinnye, nagyon jó minőségű dinnyeink voltak, az éven is, mint minden éven. Hát Lőrinc, van, aki mondja, hogy most Lőrinc nap és már nem olyan jó dinnye, de attól függetlenül nagyon jó, a másodültetések nagyon finom, édesek, ízletesek. A hazai dinnye tehát még hetekig elérhető lesz a piacokon és az üzletekben. Hazánkban egyébként átlagosan 10 kilóra tehető az emberek éves dinnye fogyasztása, amit magas víz és vitamin tartalma miatt az orvosok is ajánlanak.